Hello srácok, innen emlékezt végét egy újabb Tarkov hírek videó, ahol is visszatekintünk a múltban, hogy mi történt a Tarkov világában, megnézzük, hogy éppen jelenleg mik az új friss hírek, és egy kicsike betekintést adott nektek, hogy mire várhatunk a jövőben. Ugye március 7-én véget ért egy éra, hiszen Flamelketen most már nem lehet itemet cserélni itemre. Tehát nem lehet mondjuk kék kártyát pirosra cserélni, vagy éppen fordítva. Ezt teljesen kivették, ugye ezzel is úgymond védeni akarják a playereket, és úgymond kevesebb esélyt adnak arra, hogy a playereket boostolják, vagy egymást boostolják. Ugye pontosan arról beszélek, hogy voltak olyan esetek, amikor egy darab piros kártya bent volt, cserébe egy darab moonshine-ért, és ugye ezek előre le voltak beszélve időszakokban, hogy éppen hogyan tudják kivenni ezeket az itemeket. Ugye ezzel egy időben minden pénzét tudsz most már tenni, tehát újra fel tudsz rakni flea marketre market kulcsokat, fel tudsz rakni ugye bármilyen kártyát, amit el szeretnél adni, és ugye ezeknek alapvetően 15%-a csökkentették az adóját, szóval sokkal nagyobb összegeket be lehet rakni őket flea marketre, és kevesebbet buksz rajta. Kivéve a fekete kártya, amit ugye a kollégák három küldetésen, ami ugye terapisztnak egy olyan küldetése, amit hogyha megölöd szanitárt, akkor ezt a küldetést nem tudod megcsinálni, vice versa, tehát hogyha ugye megcsinálod a kollégák hármat, akkor ugye a szanitáros ölős küldit fogod elveszíteni. Mert ugye a kollégák háromnak a revagyai között ott van egy fekete kártya, és a lényeges része az, hogy magát a küldetés is megváltoztatták, tehát 10 darab lapszkártyát kell leadni, és 2 darab ritka drogot, és ennyi. Nem kell leadni 2 darab 20-30 milliós kártyát, simán meg lehet most már ezt a küldetést csinálni, ez miatt mindenkinek lesz egy fekete kártyája. Szóval kiherélték ezt a kártyát úgymond. Ugye március közepén jött a nagy küldetés buffolás és nerfelés. A nerfelést ugye az alatt értem, hogy magát a küldetéseket, egyes küldetéseket sokkal könnyebb megcsinálni. Ilyen például a Sturmanölés, tehát nem 25-ször kell megölni, hanem 20-szor. Ilyen például az a küldetés is, hogy ugye AR-15 fegyverekkel kellett eddig szkeveket lelőni 100 méterről. Most pedig megváltoztatták, hogy igazából bármilyen targetet le lehet lőni, a küldetés számolni fogja. A buffolás része pedig a küldetéseknek az XP-jét érintette, hiszen most már sokkal több XP-t kapunk egyes küldetésekért. Például Gluhár erre jó példa, eddig 7400 XP járt érte, hogyha ugye felvettek a küldetés és megöltük Gluhárt, most pedig 18000 XP jár érte. Március 22-én pedig Nikita megosztott egy képet Twitteren. A kép amúgy magáért beszél, láthatjuk a PMC-t, ahogy éppen mászás közben van, vagy éppen nagyon magáével akarja tenni azt a két ládát. Viszont ami szembe tűnik, és nem tudom, hogy az miatt, mert ez egy test szerveren történt, vagy azért, mert még nagyon az elején járnak a dolgoknak, de ha megnézitek a karakternek a kezét és a fejét és a hát részét, akkor teljesen megvan nyúlva maga a grafikai rész, szóval szerintem még magának a testnek a mozgását még nem sikerült teljesen jól megcsinálni. Nikitáik már nagyon régóta mondják, hogy be fog kerülni a játékba ez a mászási lehetőség, viszont ez nagyon sok kérdést felvet, hogy ez mennyire lesz úgymond flow élmény mászni. Itt ugye arról beszélek, hogy jelenleg minden táska, minden armornak van valamilyen negatív hatása. Így ugye eléggé sok a kérdés, például az, hogy mi az a maximális kiló, amivel tudunk még mászni, és hogy egyáltalán milyen sebessége lesz a mászásunknak, attól függően, hogy ugye hány kilók vagyunk. És a másik dolog, hogy maga az animáció, miközben mászunk, ez megszakítható lesz, vagy szépen step by step fog menni a karakter, és bármikor foghatjuk magunkat, és azt mondhatjuk, hogy leugrunk, elengedjük a párkányt, vagy valami hasonló. Március 30-án kaptunk 4 új képet Streets of Tarkovra. Ugye a pályát bővíteni fogják, hiszen Nikitáik is elmondták, hogy amit most kaptunk, az ugye az első etap, a második etappal, ami szerintem egy hatalmas nagy patch lesz, és az én véleményem szerint, amikor ez a patch bejön, akkor lesz majd a VIP, szerintem olyan nyár közepe, nyár vége fele, tehát júli-augusztus fele, akkor ugye be fog jönni az első csak Streets of Tarkovos boss, és be fog jönni egy új frakció is. Addig pedig lehet találgatni a képek alapján, hogy a pályának melyik részét fogja bővíteni. És ugye amit nem említettem meg, az pedig az, hogy a BSG ugye folyamatosan rakta ki a szégyenlistát, az, hogy hány playert bannoltak ki ugye csalások miatt, és hát csak márciusban a BSG majdnem kirakott 30000 embert a játékból. És ma április 4-én kaptunk egy technikai update-et, amiben rengeteg sok mindent kijavítottak, vagy ugye finomítottak. Ugye két nagyon fontos dolog van a listáról, az egyik az, hogy magát az audio részét tovább javították, tehát több mappon megkaptuk az Oculus audiót, és ugye tovább javították a meglévő hangokat. Ugye a másik dolog pedig a köd, amit ugye javítottak Reserve-ben és Interchange-en, tehát a beltéri területeken. Ugye a köddel az volt a gond, hogy nagyon fényes volt a köd,
és ennek a fényereit egy picit úgy finomították, hogy most már nem annyira zavaró. Szóval igazából sokkal tisztább képet kapunk, én még mindig úgy vagyok vele, hogy nem normális az, hogy a köd bemegy a belterekre, szóval reméljük, hogy ezt majd még tovább fogják majd finomítani. Amit még érdemes kiemelni az az például, hogy ugye hozzáadták azt az értesítési funkciót a játékhoz, hogyha egy player reportolsz, és a rendszer ugye kibannolja, akkor elvileg in-game-en belül kapni fogsz egy értesítést arról, hogy ugye XY-t ki lett tiltva. Azt nem tudom, hogy milyen formában fogjuk ezt az értesítést megkapni, de ez egy hatalmas nagy pluszpont, hogy a BSG hozzáadta a játékhoz. Ennek amúgy lenne egy még szebb módja ugye, az, hogyha a cheater megöl téged és a cheatert kibannolják, akkor ugye utólag visszakapnád azt a cuccot, amit a cheater levet rólad. És ugye másik pluszpont az, hogy flea-marketen most már nem kell külön kijelölni, hogy milyen pénznemben akarod felrakni az itemet, hanem egy picit sokkal könnyebben tudjátok most már kezelni a dolgot. A patch-ek kapcsolatos teljes listát pedig lent a leírásban megtaláljátok magyarul, a fordítás pedig köszönjük szépen Ádámnak, a magyar emiszterinknak. A naptárba pedig pirossal be lehet karikázni az április 7-ét, hiszen ezen a napon lesz Tarkov TV, ahol is élőben Nikitáék elmondják azt, hogy mik a terveik a játékkal kapcsolatban a jövőben. És nem mellesleg Ádám élőben fogja nektek közvetíteni a Tarkov TV-t, és hát lefordítja nektek szépen magyar nyelvre azokat a fontosabb dolgokat, amiket érdemes. És hát láthatjuk, a BSG most eléggé belehúz a dolgokba, ez egy nagyon pozitív dolog. Tényleg odafigyelnek arra, hogy a patch-ek kijöjjenek, szépen balanszolják a játékot itt-ott. Szóval jelenleg egy rossz szavam se lehet a játékra, egyetlen negatív dolog, hogy sajnos nagyon kevés időm van játszani. De a lényeg, hogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videómat, ha tetszett a videó, akkor tudjátok, hogy mi a dolgotok, és a legfontosabb dolog, hogy találkozunk a legközelebbi videóban, addig is jók lehetek, sziasztok!